Ricsi és Dimitri hozzátartozói is ott izgultak az első sorokban, ahogy Opitz Barbie rokonai is az őrület határán lehettek izgalmukban. Az X-Faktorban ráadásul ezúttal Európában egyedülálló produkciót is láthattak. Ott lehet a top 3-ban. Ott lehet a top 3-ban. Opitz Barbie lesz. Most! Opitz Barbie! Így tudta meg Istenes Bence a szombati verseny eredményeit. Csináljuk az enni és szórakozzuk ezt a legfontosabb. Érezd fel is jól magadat a színpadon, és sok siker! Baráti hangulatban párbajoztak a versenyzők. A szoros küzdelemben a mentorok döntetlen szavazatai után a boríték, azaz a nézői szavazatok döntöttek, így a finálé előtt a Hamkohamnak kellett hazamennie. A Hamkoham. Megmutatjuk a szombat este kulisszatitkait, miként ünnepeltek a top 3 énekesek a családtagjaikkal. És egy rekord is született, soha ennyien nem álltak még az X-Faktor színpadán, mint most. És visszatért a kétszeres győztes mentor Geszti Péter a repülőkkel és a Well Hello-val egy rendhagyó dalpárbajjal. Színpadon elrendezzük. Gyere. A döntőbe jutás volt a tét az X-Faktor szombati 6. élősójában, amire jó hangulatban készült a három férfi mentor és Fluor Tomi. A buliból persze Istenes Bence sem maradhatott ki, amit By Alex szájharmonikával kísért. A gitáré volt a főszerep ezen az estén, az RTL Klub székházában csak egy külön teremben fértek el a Palladio Orchestra gitárosai, akik most szerepeltek így együtt először. A közös zenélést másfél éves válogatás majd felkészülés előzte meg. Törekedtek arra, hogy a gitárhangszer minél sokoldalúban tudjon megszólalni. Létezik egy fémhúros szekció, létezik műanyaghúros szekció és elektromos gitáros szekció, sőt még egy banjo is megjelenik a színpadon, illetve egy slide gitár is. Nem csak utazni, de próbálni sem egyszerű ennyi zenésznek. Egy 1000 négyzetméteres filmstúdióban gyakorol az Európában is egyedülálló produkció a december végi aréna koncertjükre. Ez a 43 fő az alapcsapat, és van 60 fő Ukrajnából, Kijevből, egy kijevi gitárzenekar, és így áll össze a Palladio Orchestra a 100 gitáros színpadon. A rengeteg ember jelenléte komoly előzetes szervezést és tervezést igényelt az X-Faktor stábja részéről is. Először azt gondoltam, hogy viccelnek vele, amikor azt mondták, hogy 100 gitáros jön, mondtam, hogy ha-ha-ha. A 100 gitáros az X-Faktor versenyzőivel tisztelget Freddie Mercury előtt, aki idén lett volna 70 éves. A produkciót követően hosszú percekig tartott, mire az összes zenész lejött a színpadról. Az X-Faktor díszletének fontos eleme ez a két mozgatható LED fal, innen lépnek ki a színpadra a fellépők. Ennek mozgását innen irányítják, előre megtervezik és beállítják azt is, hogy milyen sebességgel és alakban nyíljon ki. Kedvenc daloké volt a főszerep az X-Faktor 6. élősójában. Családban megoszlik a dolog. Én nagyon szeretem a Barbarát, és nagyon szeretem a Dimitrit. A Dimitrihez az én színészén nem húzódik. A közönség soraiban a hírességek mellett ott szurkoltak az énekesek családtagjai is. Találkozni csak így a hétvégén szoktunk vele. Szomontunk itt lássuk egymást, csak 10 percre utána mennek is, mert igazából nincs milíció idő, úgyhogy próbálom kihasználni minden másodpercet. Én nem alszom éjszaka azért, mert azon gondolkodok, hogy úristen, most itt még be kell jutnunk ebbe a top 3-ba. A fiatal lánynak az édesanyja és a nővére szorított a nézőtérről. Korábban egy kicsit úgy bátortalanabb volt, de Gabitól nagyon sokat tanult, és úgy veszük észre, hogy egyre magabiztosabb. És ott kell lenned a fináléban, mert a legnagyobb pillanatokat te csináltad, ezen gondolkodtam közben végig, hogy tényleg te volt az egyetlen, akinek minden mentor is felugrott a székből, nem? Hát de! Dimitri családjából az édesapja és a nagypapája tudott eljönni. Nem, nagyon tetszik. És kicsit beteg. Ricsi és Dimitri produkciója ezúttal megosztotta a mentorokat. A By Alex mondott egy kritikát, de az nem számít annyira. De Laci végre, hál' Istennek, nem rosszat mondott, nem rossz kritikát. Szeretem kapni a kritikát, mert mikor kapsz a kritikát, akkor tudsz, mit kell csinálni, hova kell menni. Kézzed, nincs rajta egy nyomógomb, hanem már így csak így nyomod a bírás. Mesélj valamit még erről. Nyomod erre. Várjál, ez a hanyadik nő és volt? Ez az Insta sztori. Insta. Én az Instálom szónál lemaradtam. A repülők és a Well Hello rap párbaja már a színpadra lépés előtt elkezdődött. Online a zongoránál, fehérebb a zorgonánál. Geszti Péter a repülőkkel tért vissza az X-Faktor színpadára, akikkel 10 év után februárban koncerteznek újra együtt. Jó napot, Peti bácsi! Erőlegesség!
Hol a flór, bácsi? Hol a színpad? Ennyi. Hányszor játsszuk még ezt a... Mindig van még egyszer. Megfigyeled, itt gyakorlatilag négy dal van úgy összerakva, hogy tulajdonképpen egy dalnak tűnik. A két generáció rap csatáját a mentorok is nagyon élvezték. Volt arról is szó, hogy fogunk akár együtt dolgozni, hogy egy repülők feldolgozást csinálunk, de aztán szópartit csináltunk. Ugye, mi is szerettünk volna inkább a Punani Masszifra felépni, de sajnos nem értek rá. A két órás show-t ebből a vezérlőből irányítják. A műsor kreatív producere innen mondja a műsorvezetőnek, hogy milyen sorrendben hangozzon el a végeredmény. Most! Matonicsi! A párbajra a Hamko Ham és Dimitri is nyugodtan készült, az énekes a zenekar produkciója alatt és a színpadra lépés előtt is táncolt. Végül a mentorok döntetlen szavazatai után a közönség sorrendje döntött, de így is ők lettek a 2016-os X-Faktor legjobb zenekara. Kicsi elérzékenyülés van bennem, de nem azért, mert kiestünk egyébként, hanem az, hogy már nem fogok tudni dolgozni az Alexsel, akit nagyon megszerettem egyébként, meg a Lacival. Kezének tanárunk volt. Két versenyzővel is a döntőbe? Két versenyzővel is? Te! Puskás Petinek van oka örülni, hiszen két versenyzője is a fináléban lesz. Így két fiú és Opitz Barbie küzd majd az X-Faktor minden eddiginél nagyobb nyereményéért.